Csehov apátlanul és Mary Jones kövek a zsebben című darabját mutatják be novemberben a Nagyváradi Szigligeti Színházban. A Határmenti Város Színháza ebben a hónapban a fiatal tehetségeket helyezi előtérbe. A november a fiatal alkotók hónapja a Nagyváradi Szigligeti Színházban, ugyanis két olyan darabot mutatnak be, amelyet ifjú rendezők vittek színre. Erről sajtótájékoztatón számoltak be a szakemberek. Megtudtuk, két olyan előadás kerül fel a Váradi Teátrum műsorrendjébe, amelyek méltán számítanak jelentős érdeklődésre. November 11-én Csehov apátlanul című első drámájának a bemutatójára készülünk. Ezt Botos Bálint, nagyszalontai születésű rendező fogja színre vinni itt a Szigligeti stúdióban. November 16-án pedig Balog Attila, szintén fiatal színész rendezője a Szigligeti Társulatnak viszi színre Mary Jones két szereplős darabját, a Kövek a zsebben című jutalomjátékot, amellyel ünnepelni kívánjuk ifjabb Kovács Levente és Kardos M. Róbert színművészeinket. Elhangzott az is, hogy ebben a hónapban kerül sor arra a showcase-re, amelynek keretében a Nagyváradi Magyar Színházban korábban dolgozó fiatal tehetségek előadásait játsszák újra egy hétvége során. Ebben a Nagyvárad Táncegyüttes és a Szigligeti Társulat előadásai, az Idegen című színházi előadás, az Apátlanul, a Kövek a zsebben című új darabok, illetve az októberben bemutatott Szent Iványi Álom kap helyet.